Szeretettel köszöntök mindenkit, én Csányi Zsófia vagyok, az Ugrói Egészségfejlesztési Iroda munkatársa, és a mai napra tervezett online egészségnapunkat meg is kezdjük. Most 3 órától elsősegélynyújtás témakörben dr. Varga Péter, belgyógyászházi orvost hallhatjátok. Szia Péter! Szia Zsófi, üdvözlöm a nézőket, sok szeretettel köszöntöm Önöket az online egészségnap első előadásán. Én készültem egy előadással, egy diasorozattal, akkor ezt most elindíthatom, ugye Zsófi? Igen. Igen, jó. Akkor már is indul a vetítés. És itt az első diánk, tehát itt a nevem olvasható, és magamról annyit szeretnék elmondani, hogy az egészségfejlesztési iroda munkatársa vagyok, valamint Zuglóban 18 éve dolgozom házi orvosként, alapképzettségem szerint belgyógyász szakorvos vagyok, és egy évet a pályám kezdetén végzős orvoshallgató koromban az országos mentőszolgálatnál is volt szerencsém mentőtisztként, tehát kivonuló mentőautón, mentőegység mentőtisztjeként is dolgozni. Ebből adódóan az elsősegélynyújtás a kedvenc témáim közé tartozik, mert legalább olyan érdekes és izgalmas, szerteágazó feladatokat jelent, tudást és tapasztalatot is ad, amit persze meg kell szerezni, el kell sajátítani, és hát nagy tiszteletem azoknak, akik ma is ezt hivatásszerűen űzik. Én aztán tovább mentem a belgyógyászat irányába, 10 év kórházi gyakorlat, és 18 éve háziorvos vagyok, de az elsősegélynyújtás az kiteszi a mindennapjaim részét is természetesen, akár ha az ember bemegy egy áruházba vásárolni, mindjárt szembe találkozhat olyan helyzettel, amikor bemondják, hogy van-e orvos önök között, és akkor természetesen az ember első dolga, hogy oda megy a beteghez, a sérülthöz, vagy a rosszul levő emberhez. Tehát ilyen helyzetben én orvosként is szinte nap mint nap kerülök, és emiatt aztán gondoltam, hogy ezt az elsősegélynyújtási előadást is elkészítem önöknek. Mint minden fontos dolognak története van. Próbálok lakozni. Igen. Tehát, mint minden fontos dolognak története van, és én utána is néztem annál is inkább, mert az elsősegélynyújtás igénye az egyidős az emberiséggel. Már az őskorban az ősemberek is segítettek egymáson, tulajdonképpen a fajtársaikon a veszélyhelyzetből való kimentés, a sérültek, sérülések, sérüléseinek fájdalmak, enyhítése, sebek, vérzések csillapítása már akkor is megvolt, a sebek tisztítása, gyógynövényekkel például, vagy botokkal rögzítették a végtagtöréseket, a nyugalomba helyezés és a fájdalomcsillapítás céljából, vagy a kígyómarásos sérülések tüneteire is voltak speciális gyógynövényeik. Ahogy látják itt az ábrán például, tehát már az ókorban is megvoltak ennek a hagyományai, főleg a háborúk során, amikor nagy több ember sérült meg, már akkor is az ókorban is elsősegélyt nyújtottak az emberek egymásnak. És mióta történelemírás létezik, vannak feljegyzések arról, hogy az elsősegélynyújtás eszméjének, illetve egyes elemeinek megvalósulása évezredekre tekint vissza. Hindu eredetű Ayurveda említi többek között a sebek kezelését, valamint egyes mérgezések ellátását. Az ókori Egyiptomban találunk feljegyzéseket a vízből mentésre, mint előírt beavatkozásra, az ókori görög kultúrában volt általános a sebek kezelése, itt például ezen a képen is látszik. A római birodalom idején a hódító háborúk során szintén mindennaposak voltak az egyes segélynyújtó tevékenységek. A középkori kereszténység idején az irgalmasság jegyében általánossá vált a rászorulók segítése, ennek jegyében működött a kórházas lovagrend a joanniták részvételével, de itt kell megemlíteni a mindenki által ismert Bernáthegyi kolostort is, ahol Krisztus után 967-től vallási tevékenység részévé vált a segítség nyújtása. Lelízi Szent Kamil,
az 1500-as évek végén társaival otthagyta a kapucinos kolostort, ahol szolgált, és megalakította a betegeket szolgálók társaságát, ahogy magukat nevezték. Élete végéig kórházakban vagy magánházaknál a betegek és haldoklók szolgálatának szentelte magát. Hogy fel lehessen ismerni a betegeket szolgálók társaságát, Kamil egy vörös keresztet tett a ruhájára, és amikor 300 évvel később a képen olvasható úr neve Henry Dunant, aki a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója, ezt a jelképet, ezt a vöröskeresztet vette át. Mai értelemben vett elsősegély nyújtás kezdete, amely rendszer szinten és nemzeteken átnyúlóan megjelent a társadalomban, Henry Dunant nevéhez köthető, 1865-ben a Solferino-i csatában ismerte fel annak a jelentőségét, hogy a háborúban a sérültek megmentésének legjelentősebb lépése, a helyszínre érkezik a segítség, és már ott elkezdődik a szükséges beavatkozás. Ennek szem előtt tartásával jött létre kezdeményezésére 1881-ben a Vörös Kereszt Egyesületek Nemzetközi Ligája, és ennek persze magyar vonatkozása is van. A magyar szabadságharc leverése után az 1867. évi kiegyezéssel létrejövő Osztrák-Magyar Monarchia csatlakozott a Genfi Egyezményhez, és megkezdődött egy bécsi székhellyel működő önkéntes segélyegylet szervezése. A Monarchia közös hadügyminisztere 1872. szeptember 21-én hivatalosan javasolta a magyar kormány elnökének és a honvédelmi miniszterének az önkéntes egészségügyi szolgálat megszervezését. A magyar kormány elvben egyetértett a kezdeményezéssel, de ragaszkodott ahhoz, hogy az önkéntes egészségügyi szolgálatot Magyarországon külön és önállóan szervezzék meg. 1878. április 12-én megtartott értekezletükön döntés született. Ausztriában és Magyarországon önállóan működő Vörös Kereszt egyletek szervezési és működési alapelveinek kimunkálásáról. Első Ferenc József ezt jóvá is hagyta, és 1880. december 5-én megbízta Gróf Károly Gyula főházrendi tagot a Magyar Segélyegyet megszervezésével. Az elmúlt több mint 130 évben, és ez a dia, ez egy kicsit már el is avult, mert jövőre már 140 éves lesz a Magyar Vörös Kereszt, ami azóta megszakítás nélkül működik. Magyarországon 1919-től tagja a Vörös Kereszt és a Vörös Félfolt Társaságok Nemzetközi Szövetségének, és 1992-től a Magyar Köztársaság mindenkori elnöke, a Magyar Vörös Kereszt fővédnöke. Tehát jövőre ünnepli majd a 140. születésnapját. A Magyar Vörös Kereszt és a Nemzetközi Vörös Kereszt világnapja pedig nem olyan rég volt, május 8-án volt a világnapja, egyébként pedig minden év szeptemberének első szombatja az elsősegélynyújtás világnapja. Az elsősegélynyújtás és a mentés az párhuzamosan fejlődött, és az 1876. évi 14-es törvénycikke 41. paragrafusa meghatározta egyrészt a mentő intézetek felállításának szükségességét, másrészt szabályozta az elsősegélynyújtás oktatását is. A hatóság, és ez egy idézet, a hatóság intézkedik, hogy a népesebb városokban mentő intézetek állítassanak, melyek szükséges mentő eszközökkel és gyógyszerekkel ellátandók. Tehát ez már 1876-ban a törvény előírta. Mindazok, akik foglalkozásuknál fogva gyakrabban jönnek abba a helyzetbe, azon helyzetbe, hogy baleseteknél segédkezet nyújtanak, mint például a hajósok, halászok, mozdony- és vonatvezetők, bányászok, rendőrök, tetsz halálból felélesztésnek, segélynyújtásnak leglényegesebb eszközlésében oktatandók. Ez az akkori megfogalmazás. Itt a képen a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület 1887. évben, május 10-én a megalapítóját, dr. Kersz Gézát láthatjuk, és őtőle pedig úgy szól az idézet, hogy a mentés és elsősegélynyújtás minden nemű balesetek alkalmával és mindenkinek kivétel és megkülönböztetés nélkül, ami egy nagyon nemes cselekedet, és látjuk az akkori jelvényt is, az ő arcképét, és hogyha megnézik a
a képnek hát önök felé eső másik oldalán. Van egy mentőautó, ami egy lovas szekér volt tulajdonképpen, egy kicsit átalakítva, tehát akkor még ló vontatta a mentőautókat az 1880-as évek végén. Napjainkban jó, ha tudjuk, hogy amellett, hogy természetesen a segíteni akarás, egy humánus és nemes magatartás, fontos, hogy törvényekben rögzített kötelességünkről van szó tulajdonképpen, és ezt az 1997. évi törvény az egészségügyről szóló második fejezetében úgy szól, hogy mindenki kötelessége a tőle elvárható módon segítséget nyújtani, és tudomása szerint arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, amennyiben sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli, illetve arról tudomást szerez. A törvény 6. fejezete az egészségügyi dolgozók jogait és kötelezettségeit tartalmazza, a 125. paragrafusban szigorúan előírja a szakképzett egészségügyi dolgozók számára a kompetenciájuknak megfelelő segítés nyújtást, és ennek elmulasztása egy büntető törvénykönyvben a 172. paragrafus által rögzített kötelesség elmulasztása, amit szabadságvesztéssel büntetnek. De hát nem is ettől lesz fontos az első segélynyújtás, természetesen. Miért is fontos? Mert bárki, bármikor kerülhet olyan helyzetbe, hogy segítségre szorulón kell segítenie. A felnőtt lakosság, a szülők, ismerősök, barátok fele szív- és érrendszer betegségekben fog sajnos meghalni, és ez a statisztikák egyértelműen bizonyítják ezt, tehát ezzel nem tudunk vitába szállni, viszont azt, hogy ez minél, tehát ne hirtelen következzen be, és ne visszavonhatatlanul, sokszor az első segély nyújtón, higgyék el, hogy azon múlik, hogy ki milyen hozzáállású, ha valaki előtte összeesik, oda merem egyáltalán menni. És azt hiszem, hogy az ilyen online egészségnapoknak és első segélynyújtás oktatásoknak talán ez a jelentősége, hogyha nem megyünk oda, és nem próbálunk segíteni az embertársunkon, akkor biztosan meghal. Tehát hibát szinte alig tudunk elkövetni azzal, hogyha ezzel megpróbálkozunk, sőt, majd a továbbiakban szintén statisztikai adatok fogják mutatni a képeken, hogy ez nagy mértékben az első segély nyújtónak a hozzáállásán, tudásán, segítőkészségén múlik utána a betegnek, a sérültnek a sorsa. Tehát azt mondhatjuk, hogy a döntő többségüknél rendezhető lenne a kialakuló, például a szívritmus zavar, kamrafibrilláció, ami azt jelenti, hogy nem áll meg teljesen a szív, hanem minden izomrost működik, tulajdonképpen összehúzódik nagyon gyors ütemben, de nem szinkronban csinálják, hanem egymástól független ütemben, és ezt úgy hívják, hogy fibrilláció vagy remegés, tehát gyakorlatilag egy összerendezett pumpa mechanizmus nem tudnak végrehajtani ezek az izomrostok, ehhez valamilyen szinkronizáció kell, ezt a defibrillátorral lehet megoldani, ezért nagyon fontos, hogy egyre több defibrillátor legyen elérhető a külterületeken, és ezek legyenek jelölve. Az előadásom végén majd ki fogok térni arra is, hogy ezt ma már szerencsére mobil applikációk is elősegítik a számunkra, hogy elérjünk olyan embereket, akik kiképzett segélynyújtók, és azt is megtudjuk, hogy hol vannak például ilyen defibrillátorok. Életveszélyes sérülések, balesetek esetén szintén azt számít, hogy az első pár percben, és itt 3-5 percre kell gondolni, mi történik. Vajon megtörténik-e a helyszínbiztosítás, a betegvizsgálat, a légútbiztosítás és a mentőhívás. Azaz a felismerés, a segélyhívás, az első segély, tehát ez a három szó lesz az a tulajdonképpen a mottója annak, amit most végig fogunk beszélni. Sajnos az a tapasztalat, hogy egy részről itt az ábrán a halálos baleseteknek a többsége az nem az utcán bekövetkező balesetek, hanem pontosan a háztartásokban bekövetkező csonttörések, ficamok, zúzódások, vágott sebek, vérzések, égési sérülések, ezek otthon mind elő tudnak fordulni,
és ezekből való fatális végzetes kimenettel is gyakoribb az otthon bekövetkezett baleseteknél, mint az utcán lévőeknél. Ugyanígy a keringés megállás, amit az előbb mondtam, tehát ami még visszafordítható, ez a bizonyos kamrafibrilláció is, 88%-ban szintén otthon, rokoni, baráti környezetben következik be, tehát biztosan van valaki a környezetében a rosszul lévő embernek, akinek lehet szívinfarktusa, tüdőembóliája, szívizmuszavara. Nekünk nem azt kell eldönteni, hogy vajon mi okozza, hanem inkább el kell kezdenünk beavatkozni. Ugyanígy a rosszul léteknél, a krónikus betegségeknél, a krónikus betegségek hirtelen romlásánál, szintén, hogyha ott vagyunk és segítünk, akkor sok minden káros következménytől menthetjük meg a sérültet. És hát itt van hozzá sajnos az a másik statisztika, ami szomorú, és ez csak azt a kommentárt tudnám hozzáfűzni, hogy milyen fontosak az elsősegély nyújtási ismeretek, hogy minél több emberhez eljussanak, és itt egy ilyen kontraszt van a képen, tehát Magyarországon 1000 főre 3 kiképzett elsősegély nyújtó esik, míg Norvégiában a lakosság 95%-a részesül oktatásban, és hát Magyarországon 25-30 ezer szívmegállás történik, és csak minden tizedik ember éli ezt túl, pedig akár, ha nagyon sok kiképzett elsősegély nyújtó lenne, akkor akár a felük is megmenekülnének. Tehát 10 hirtelen szívmegállásból akár 5 eljutna a kórházig, ami nagyon fontos lenne. És 10 szívmegállásból 9 nem a közterületen, hanem otthon történik. Tehát emiatt is fontos, hogy úgy érezzük, hogy nem csak az utcán találkozhatunk ezzel a helyzettel. Ehhez képest ugye az történik, hogy vannak elsősegély nyújtó lehetőségek, például mi is a Zuglói Egészségfejlesztési Irodával, amikor látogatjuk a rendezvényeket, akkor én személyesen magam is viszek mindig egy ambubábút, ahol meg lehet próbálni, ki lehet próbálni az újraélesztésnek a technikáját, mert igaz az a mondás, hogy amit hallok, azt elfelejtem, amit látok, azt megjegyzem, de amit csinálok, azt tudom. Tehát a személyes tapasztalat az nagyon fontos, mert nem elég látni ennek a technikáját, azért van az a bábú ott, hogy azon pontosan a mellkasnyomásoknak a helyét, illetve erősségét, kéztartása, többit, azt be kell gyakorolni, és sajnos az is igaz, hogy ezt fél évente érdemes felfrissíteni, tehát hogyha pár évvel ezelőtt voltunk egy ilyen tanfolyamon, megpróbáltuk, nem biztos, hogy ma is ugyanúgy emlékszünk rá. Tehát az újraélesztésre hallani kevés, látni és eredményesen tudni megvalósítani, és itt ez a lényeg, hogyha jól tudom csinálni, akkor hasznára vagyok a betegnek, netán az életét majd nekem köszönheti. Tehát két különböző dolog hallani, látni és csinálni. Csak a szabályos technika, az ambuvábum való gyakorlás útján fog sikerülni, és ezt gyakorlatból mondhatom. Tehát az EFI rendezvényeken sajnálatos módon kevesen próbálkoznak a begyakorlással. Első segélyt bárki nyújthat. A lényeg az, hogy olyan azonnali elsősegély segítségnyújtásról vagy egészségügyi beavatkozásról beszélünk, amelyet bárki laikus vagy valamilyen egészségügyi képzettséggel rendelkező személy, aki elsőként találkozik a sürgős szükségben lévő emberrel, aki az ő segítsége nélkül esetleg meg is halna, vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne, elvégezhet sürgősségi ellátás megkezdése előtt is bárki ilyen elsősegélynyújtást, azért, hogy a baleset vagy hirtelen egészségkárosodás következményeit elhárítsa, és így tulajdonképpen háromféle segélynyújtót különböztethetünk meg. Van a laikus elsősegélynyújtó, ami azt jelenti, hogy ez egy átlagember, egy hétköznapi ember, aki oda megy és megpróbál segíteni a maga tudása szerint, de legalább ezt a felismerést és segélyhívást ezt mindenféleképpen megteszi, és a tudásához, képességeihez képest majd az első segélyt is elkezdi nyújtani. Az első segélynyújtás azért fontos, hogy megakadályozzuk a további egészségkárosodást, és elősegítsük a gyógyulást. Tavaly egy iskolában diákoknak kellett elsősegélynyújtásról beszélnem, és akkor készítettem ezt a diát, amin
kicsi animációt is tettem a tudásomhoz képest, amin azt akartam szemléltetni nekik, hogy baleset az egy olyan körülmény, ami bárki bármikor bárkivel megtörténhet. És ahogy az előbb a felsorolás, tehát a törvényi cikkeket is beidézve mondtam, mindenki köteles segíteni kivétel nélkül. És azt is mondtam, hogy a sérült sorsa az első segély nyújtón, és a válasz az az, hogy nagy mértékben múlik, újraélesztés esetén akár 70%-ban is múlhat az élete, de a többi baleset, sérülés, rosszulét esetén is legalább 40%-ban múlik a kimenetel. És hát sajnos kiképzett segélynyújtóból kevés van, viszont szakismeretek kellenek hozzá, és ezeket a szakismereteket próbáljuk majd a jövőben is online egészségnapok, illetve külön online elsősegélynyújtó órákon keresztül, amit tervezünk talán már a jövő hét 2-től elindítani. Úgyhogy majd legyenek velünk és figyeljenek. Itt az ábrán pedig az látszik, hogy ezt egy biztosító társaság készítette, és azért, és ez a gyerekek sérüléseinek a százalékos megoszlásáról szól, tehát hogy melyik a leggyakoribban elszenvedett sérülések a gyerekeknél, például hát ugye a felső végtag az alkartörés, csukló kéztörés, ezek vezetnek, aztán a következik a láb, szár, a térd és a bokatörés, és itt a biztosító nevét nem takartam ki, nem azért, mert reklámozni szeretném, hanem azért, mert jó, hogyha tudják a szülők, hogy minden magyar gyerek a mindenkori kormány által egy egészség, illetve balesetbiztosításban részesül a biztosító által, tehát hogyha balesetet szenvedett a gyermekük, akkor ehhez a biztosítóhoz nyugodtan fordulhatnak. És akkor az első segélynyújtás elemei, hogy mik azok tulajdonképpen, és ez nagyon jó mankót, segítséget ad nekünk, ez a Konstantin féle kereszt a kígyós bottal, ennek a hat ágával, és így most nagyon könnyen majd felidézhetjük, akik vizuális típusok, azok különösen, hogy a felismerés, a segélyhívás és az első segélynyújtás, tehát ez lesz a mi dolgunk első segélynyújtásnak. Ez a Konstantin kereszt, ez általános, nemzetközileg elterjedt egyébként, a mentőautókon is láthatják, és az egyes ágak szimbolizálják a sürgősségi ellátás egyes mozzanatait, más megnevezésben az egyes elemeket mentési láncként is említi a szakirodalom, tehát innen kezdődik a dolog, hogy felismerjük, hívjuk a segélyt, első segélyt nyújtjuk, érkeznek a mentők, beszállítják a kórházba, és aztán végül a végleges vagy definitív ellátás az természetesen a kórházban történik. A nevét Konstantin római császárról kapta, aki egy nehéz csata előtt, a legenda vagy az írások szerint megálmodta, vagy álmában jelent meg, az ehhez hasonló, nem teljesen ugyanilyen, de ehhez hasonló keresztforma, és másnap a katonai ruhájára és a harci zászlaira varratta ezt a szimbólumot, és győzelmet aratott. Jelkép későbbiekben általánosan elterjedt a római birodalman, és a győzelmet szimbolizálta. Ma minden mentőautón is láthatjuk ezt a kékszínű hatágú keresztet középen a kígyós bottal, ami viszont a gyógyítás görög istenétől, Asklepiosztól származik, és egyébként kapcsolatos még a csillagászattal, betegségekből való felgyógyulással, orvoslással is. Tehát Asklepiosz botja, ez a kígyós bot széleskörűen szintén elterjedt motívum és szimbólum, nemzetközi logók is tartalmazzák, mint az Egészségügyi Világszervezet logója, vagy az Életcsillagának, az Amerikai Orvosi Szövetségnek és a mentőszolgálatoknak is a nemzetközi jelképévé vált. A kereszten lévő feliratok, tehát nekünk a teendők sorrendjét jelenítik meg, és az első vallásra talán feleslegesnek tűnik, de higgyék el, hogy egy olyan szituációban, ami hirtelen és váratlanul és felkavaróan ér minket, akkor kell, hogy a fejünkben fusson egy teendő sorrend, és akkor magabiztosabban tudunk fellépni, és hatékonyabban tudunk cselekedni. Ezért kezdjük is az első elemével, a felismeréssel. Ez az első hallása, a felismerés, az túl tág fogalom, ezért nem árt, hogyha részletezzük. Nem is olyan könnyű, aminek látszik, mert egy hétköznapi helyzetből pár másodperc alatt
egy olyan helyzetbe kerülünk, ami teljesen idegen tőlünk, hirtelen következik be, mindenkit váratlanul és felkészületlenül ér, minden megváltozik, a résztvevők viselkedése, az emberek rémültek, idegesek, a sérültet egy tömeg veszi körül, akinek az állapota romlik, az egészsége károsodik. Ilyenkor kell az elsősegélynyújtó, aki szakszerűen és határozott fellépéssel közelíti meg a sérültet, és a tömeget is ezáltal megnyugtatja, sőt, a tömegből kiválasztja majd azokat az embereket, akik az ő számára segítséget tudnak majd nyújtani szintén, és felismeri a helyzetnek a veszélyeit, például ha úttesten fekvő sérültről beszélünk, ugye ott le kell állítani például a forgalmat, ott nem mehet tovább a forgalom, akkor mindjárt meg kell kérni két embert, vagy többet is, hogy a balesettől, ugye közúton azt mondják, legalábbis itt a városban, hogy az elakadási jelző háromszöget 50-50 méterre kell kitenni, ez autóúton már 100 méter, autópályán meg 200 méter, tehát kb. Ilyen távolságon meg kell állítani a forgalmat. Vagy például a veszélyes környezet, egy szénmonoxid mérgezés, ahol nyilván az első teendő nem az, hogy mi lerohanunk a szénmonoxiddal telt helységbe, vagy a széndioxiddal telt pincébe például, hanem hát, mint az ipari baleseteknél, akkor a 112-t felhívva ezt a körülményt, ezt tisztázni kell, illetve be kell jelenteni, és a tűzoltók is akkor azonnal tudnak jönni. Ugyanígy az áramütés esetén az áramtalanítás az nagyon fontos. Tehát ez a baleset esetén, az a vezér, amikor minden megváltozik, és ez a vezérfonal a fejünkben van, hogy felismerjük a helyszínnek a veszélyeit tulajdonképpen, hogy mi történt ott, és hogy még azon kívül, hogy persze kell egy mentőautót hívni, mit kell még. Például képzeljük, a járdára felszalad egy autó, elgázol egy gyalogost, egy kerékpáros esik elő előttünk, mi vagyunk hozzá a legközelebb, autók karamboloznak a szemünk láttára, benne utasok sérülnek, meg nem tudnak önerőből kiszállni, jajgatnak, véreznek, ezek ránk is úgy hatnak, hogy mi is idegesek leszünk tőle, vagy éppen egy szemünk láttára egy motoros gázol el egy autó egy kereszteződésben. És most ha visszagondolok a mentőknél eltöltött egy évre, hát nekem is volt személyesen ilyenben részem, hogy a mentésben részt vettem, és még ma is előttem van ez a kép, ami a nyugalom megzavarására alkalmas lenne, a teljes részletességében most elmesélném, de akkor éppen a mentőknél mentőtisztként szekundáltam, ami azt jelenti, hogy nekem is tanították, hogy ezt hogyan kell csinálni, tehát ott is megvannak hogyanja és mikéntje a segélynyújtásnak, hogyha nem szabályosan és nem sorrendben csináljuk, akkor nem vagyunk olyan hatékonyak. És az 50 ilyen esetet kellett tulajdonképpen a mesteremmel, aki a Rákospalotai mentőállomáson dolgozott, Sápi Domokosnak hívták, és nagyon sokat köszönhetek neki az első segélynyújtási ismeretek terén. Én akkor végzős orvos hallgató voltam, és hát most itt nem konkrétan folytatva az esetet, de a lényeg az volt, hogy ott volt a nagy tömeg, a földön fekvő, súlyosan sérült, vérző és eszméletlen beteg körül, és ezzel nem dramatizálni szerettem volna a mai online egészségnapot, hanem azt érzékeltetni, hogy ez a baleset is másodperc töltése alatt következett be, és csak körbeállta a tömeg a motorost, idegesen, rémülten, türelmetlenül várták, hogy megérkezzünk, szirénázva, haladéktalanul hozzákezdünk az ellátáshoz. Tehát az első észlelésnél ugye az is nagyon fontos, hogy legyen egy védőeszköz a kezünkön, tehát hogyha egy vérző sérülttel találkozunk, vagy bármilyen testnedvel, az fertőző lehet, tehát egy fóliakesztyű, vagy egy gumikesztyű, és majd erre is rá fogok térni az előadásban, az az első, amit föl kell vennünk, mert ezzel magunkat is védjük, meg a sérültet is. Tehát a felismerés, az első észlelés fontos része, ez a külső körülmények, amik láthatóak, tehát ez most majdnem ábrázolja azt a balesetet, aminél én is ott voltam, ott látszik, hogy a háttérben ott állnak az emberek, és már megérkezett szerencsére a segítség, és mindenféle eszköz rendelkezésre áll. Nyilván a segélynyújtó, aki a helyszínen volt, és ezt először észlelte, az megfelelő tájékoztatást adott a mentők számára, és így a tűzoltók is megérkezhettek, nyilván a rendőrség is helyszínen van, tehát sok minden kell ahhoz, hogy az elsősegély nyújtó az felismerje
a helyzetet, és azokat a vészhelyzeteket, ami önmaga kevés ahhoz, hogy ezt elhárítsa, kell, szüksége van segítőkre is a tömegből, és megfelelő műszaki segítséget is kell tudnia hívni. Tehát a veszélyforrások, milyen veszélyforrások lehetnek a helyszínen, például, hogyha nagy számú sérült van, egy tömeges baleset. Nyilván ez is egy lényeges momentum annak, hogy amikor a mentőket hívjuk, akkor ezt is elmondjuk, hogy tömeges baleset történt, nem ezekkel a szavakkal, hanem körülbelül megpróbáljuk összeszámolni, hogy hány sérült lehet. Aztán szélsőségesek, például az időjárási viszonyok, éjszaka van, rossz a látási viszony, vagy tél van, csúszik az út, stb. Ég a jármű, vagy az épület, maga a sérültnek a ruhája is ég esetleg, mérgező anyagban jelen, veszélyes anyagot szállító jármű borult föl esetleg, és abból folyik ki valamilyen mérgező anyag. Ez minket is veszélyeztethet. A vízből ment és vízbefulladás esetén az mindig egy veszélyes terep, tehát ott, ha nem vagyunk gyakorlott vízből mentők, akkor akár magunk is áldozatok lehetünk. Ugyanígy az elektromos baleseteknél, tehát áram alatt lehet még a sérült. A villámcsapás is egy nehéz helyzet, mert lehet, hogy a villám ugyan nem csak kétszer ugyanoda, de egy például fa alatt, vagy stb. Van a sérült, akkor nyilván az egy veszélyhelyzetet jelent. A betegség sérülés helyszínén további sérülést, veszélyt, azt nem szabad előidézzünk, sőt, hát ezért kell felismernünk a helyzetet. Ahogy mondtam, közlekedési balesetek, nagyforgalmú, rossz látási viszonyok, vagy például egy épületben keletkezett valamilyen káresemény, robbanás, stb. Is előidézheti. Tájékozódás baleset helyszínén azonnal segítenénk a bajba jutottakon, oda szaladnánk, de ez egy nehéz, bonyolult helyzet, ahogy mondtam. Szabályokat betartva hidegfejjel kell cselekedni, egy szakszerűen elgondolt ritmus szerint, egy felépített gondolatmenet szerint leszünk igazából hatékonyak. Tehát egy szabályt kell követnünk, alaposan mérjük fel a baleset helyszínét, gondoljuk át a lehetőségeinket és a képességeinket. Egy idejek több ember is megsérült, akkor egyedül nem vagyunk rá alkalmasak, hogy mindegyiken egyszerre segítsünk. Beavatkozásoknak van egy célszerű sorrendje is, ez a szakszerűség, amit későbbiekben említek, ezért mérjük fel a sérültek állapotát, és ezt elvégezhetjük a sérültek megtekintésével, panaszainak meghallgatásával, és egyszerű betegvizsgáló eljárások alkalmazásával, és így tulajdonképpen három kategóriát különböztethetünk meg. Az életveszélyes sérült, aki a legsúlyosabb, de utána következik a súlyos sérült, és vannak végül a könnyű sérültek kategóriája. A sérülések súlyosságára utaló jelek keresése a tájékozódás során, tehát életveszélyre utalhatnak a nagy mennyiségű, gyorsan lüktető formában jelentkező vérzések kritikus területeken, és ezek, ahol nagy gyerek felszínesen futnak, például a nyaki területen, ott olyan ütőerek futnak, amikből pár perc alatt gyakorlatilag kivérzés következhetik be. Ugyanez a vállöv, tehát a kulcsont, váll, felkar környéke, vagy a combi ütőér is elég felszínesen fut, ha az megsérül, abban nagy nyomással gyakorlatilag rengeteg vér tud percek alatt eltávozni, és ezzel akár a beteg halálát is tudja okozni. Légzőmozgás hiánya, tehát hogyha nem tapasztalunk légzést, figyeljük a beteg mellkasát, majd ennek a technikáját is fogom részletezni. Ha ez elmarad, akkor nyilván légzési hangok hiánya, az egy súlyos, életveszélyes sérültet jelent. Ez a beteg természetesen sápadt is lesz. Hát természetesen a földön fekvő mozdulatlan beteg, aki felszólításra vagy egyéb ingerekre sem reagál, megtekintéssel tapasztalhatunk légzési hangokat, akkor valószínűleg még életben van. Viszont abban az esetben, hogyha megtekintéssel nem tapasztaljuk ezeket a légző mozgásokat, és nem is halljuk, ennek a technikáját majd részletezem, akkor ő egy gyakorlatilag a klinikai halál állapotában lévő újraélesztést igénylő beteg. Súlyos sérülések,
mik utalhatnak erre. Tehát a beteg az erős fájdalmakat panaszol, és ezek különféle típusúak lehetnek, állandóak vagy időszakosak, összefüggettek mozgással, vagy nem, fokozódhatnak, vagy gyengülhetnek, de minden esetre erős fájdalmakról beszélünk. Görcsös, szorító, vagy nyomó jellegű lehet ezeknek a fájdalmaknak a jellege, valamilyen irányba kisugárzó. Aztán tehát az erős fájdalom mellett a nehéz légzés, az, ami lehet, hogy testhelyzettől függ, vagy attól is független, de a nehéz légzés is egy súlyos sérülésre utalhat, és akkor vannak még itt a látászavar, tehát valaki azt mondja, hogy egyik vagy másik szemére nem lát, vagy homályosan lát, az is egy súlyos sérülés jelent, az egyensúlyzavar, tehát gyakorlatilag nem tudja megtartani magát, segítség nélkül elesik, egyszerűen csak hány ingere van, például egy elesés után beverte a fejét, és hány ingere van, esetleg szédül is, akkor ez egy agyrázkódást jelent, az egy súlyos sérülés, az kórházi megfigyelést igényel. Gyengeség is szerepelt a panaszok között. És hogyha a harmadik kategóriát nézzük, akkor azt könnyen meg lehet állapítani, mert a sérült a hozzáintézett kérdéseket természetesen pontos és kielégítő válaszokat ad, sebei kis kiterjedésűek, felületesek, a vérzés az nem jelentős, vagy alig látható, törzsét, végtagjait, hogyha áttapintjuk, akkor nem tapasztalunk ott kontúregyenetlenséget, meg is tudjuk mozgatni, vagy ő is meg tudja mozgatni saját magától, és ezt nem fogja kísérni erős fájdalom. Tehát amikor felmértük a terepet, baleset helyszínén tájékozódtunk, akkor a mentőket kell értesítenünk, ezeket az információkat, amiket összegyűjtöttünk a sérültekről, azt vagy a 104-esen, vagy a 112-esen be kell jelentenünk. A kettő között az a különbség, hogy a 112 is értesíti a 104-et, de ő, tehát a 112-es az egy központi segélyhívó szám, amely tehát a rendőrséget és a tűzoltóságot, katasztrófavédelmet is egyaránt tudja értesíteni, tehát hogyha olyan helyzetet észlelünk, ahol ezeknek a szerveknek is a segítségére szükség van, akkor célszerűbb a 112-t hívni, illetve hát, ha jól tudom, akkor a mobiltelefonok SIM-kártya nélkül is, tehát egyszerűen csak áram alá helyezve a telefont, már gyakorlatilag a 112-t tudjuk rajta hívni. Tehát ezt a két számot ezt azért jegyezzük meg. Ha minden sérülthöz oda mentünk, mindenkiről megállapítottuk, hogy milyen sérüléseik vannak, mennyire súlyosak, ezt az információt közöljük a mentőszolgálattal. Fontos, hogy a mentőszolgálat minél hamarabb, minél pontosabb képet kapjon a baleset sérültjeinek a számáról, az állapotáról, mert ezek az információk alapján fogja a szükséges mentőerőket a helyszínre küldeni. A helyszínen fontos, hogy azért lehetőleg ne változtassunk meg semmit, ha nem muszáj, mert ez később esetleg a baleset körülményeinek a bekövetkezésének a tisztázását hiúsítaná meg. Tehát, hogyha a helyszínt nem változtatjuk meg, a hatóságokat a későbbi okok tisztázásában segíthetjük. Sérültet vagy sérülteket minden esetben nyugalomba kell helyezni, az azt jelenti, hogy a sérült állapotától függően különböző testhelyzetbe hozzuk, de semmiképpen nem álló helyzetben. Tehát álló helyzetben nem látunk el sérültet, és lehető legkevesebb mozgatást végezzük a sérülttel, tehát olyan biztonságos és stabil pozícióba a testhelyzetbe kell tennünk, ami számára is elfogadható, és ez általában a beteg célirányos lefektetésével, vagy félig ülő helyzetbe hozásával oldható meg. Álló helyzetben nem látunk el sérültet, mindenképpen leültetjük, vagy lefektetjük, ez számunkra is kedvezőbb a további vizsgálatok szempontjából. A beteget csak abban az esetben szabad mozgatni, ha ezt az állapota megengedi, vagy megköveteli, illetve amennyiben veszélyessé vált a környezet, amit ez szükségessé tesz. Törekedjünk arra, hogy több személy végezze a sérült mozgatását, de ne feledjük, hogy segítőink gyakran nem képzett elsősegélynyújtók. Fontos tehát, hogy irányítsuk őket, beszéljük meg, hogy előre, hogy mi fog történni a beteggel. Például egy súlyos sérültnek a mozgatása
az egy úgynevezett tálcafogással történik, tehát alányúlunk a könyöke, illetve a térdénél, a csípőjénél, a hátánál, és egy külön személy még a fejét, a nyakát is tartja, amikor arrébb kell vinni ez az úgynevezett tálcafogás, vagy van a Gólya viszi a fiát című fogás, amikor ketten összefogunk, és a sérült pedig a kezünkre fog ráülni. Irányítsuk őket, beszéljük meg előre, tehát, hogy milyen teendőink lesznek. Természetesen, hogy hol történt, a helyszín legpontosabb megjelölése is nagyon fontos, kerület, utca, házszám, közúton a kilométer, milyen segítséget kérünk, például műszaki mentést, gépkocsiba szorult sérültekhez, belőlük hány darab van, és milyen állapotú az előbbi kategóriák szerint, tehát van-e köztük életveszélyes, van-e súlyos, vagy hány könnyű sérült van. Tehát biztosan mentőt kell hívnunk, hogyha járásképtelenséggel, erős vérzéssel járó baleset, sérülés történt, több személy sérült meg egyidejűleg, mérgezés alapos gyanúja áll fenn, megindult szülés esetén mindenképpen, ha egy sérültnél hirtelen kezdődő mellkasi fájdalom jelentkezik, ha hirtelen kezdődő légzési nehezítettséget észre valaki, tehát fulladozik úgymond, hirtelen kialakuló eszméletlenség, ájulást észlelünk a sérültnél, hirtelen kialakuló bénulásos tünetek, nem tudja mozgatni a kezét, lábát, a beszéde érthetetlenné válik, nem találja a szavakat például, az lehet egy sztróknak, egy sérültésnek a következménye, a erős fejfájás vagy látászavar panaszol, ha önmagára vagy másokra is veszélyt jelent, zavart, agresszív a beteg, akkor mindenféleképpen mentőt kell hívnunk. Mik a bejelentendő adatok? Hát a diszpécserrel közölni kell, hogy mi történt, tehát például karambol, felborult autó, motoros, például felborult gépkocsi karamboloztak, vagy biciklist gázoltak, vagy gyalogost, tehát ezek egyszerű dolgok, amit azonnal megmondhatunk, vagy például újraélesztéshez kérünk segítséget, hogy hol történt a pontos hely a megközelítéshez, tehát ez a kilométer szelvény tulajdonképpen is fontos, tehát például a közúton, vagy a hanyas kilométernél, vagy utcaházán természetesen, hogyha a városban vagyunk, ezt ne felejtsük el, hány sérült van, ezt, és milyen az állapotuk, hogy kell-e műszaki mentés, például roncsok közé szorult sérültek esetén, vagy veszélyes anyagot szállító jármű balesete esetén, vagy szakadékba zuhant, tehát magasból esett sérültnél esetleg, vagy a nehezen hozzáférhető terep viszonyok között, akkor mindenféleképpen ezt is jelentenünk kell. És a telefonszámunkat megadni szükséges, ez nagyon fontos, hogy kapcsolatot tudjanak velünk tartani, mert ha netán valami okból megszakadna a hívás, akkor vissza tudjanak hívni, természetesen a nevünket is adjuk meg, sőt, hát nem is célszerű letenni a telefont egészen esetleg addig, ameddig meg nem érkezik a mentő egység, mert lehet, hogy őt irányítanunk kell. Tehát lehet, hogy nehezen megközelíthető, vagy nehezen feltalálható a helyszín, tehát valamilyen tájékozódási pontot kérdeznek közben, akkor ahhoz az kell, hogy online telefon kapcsolatba kerüljünk. Segélynyújtás és a beteg vizsgálata. Tehát, hogy a legfontosabb az, hogy megállapítsuk azt, hogy ez a sérült, ez életben van-e még, vagy meghalt. Ha meghalt, ez az állapot visszafordítható-e, vagy sem. Ha él, eszméleteinél van, vagy nincsen. Ha nem eszméleten, akkor milyen életet veszélyeztető, vagy súlyos sérülései vannak. Tehát, hogy éle vagy meghalt, ugye arról van szó, hogy egy földön fekvő embert találunk, és a földön fekvő embernek akkor a vizsgálatát kezdjük meg, mégpedig úgy, hogy oda megyünk hozzá, letérdelünk elé, úgy, hogy előbb hangosan megszólítjuk, például úgy, hogy azt mondjuk neki, hogy jó napot, hogy hívják? Ha nem válaszol, akkor ahogy a képen látják, oda térdelünk hozzá, és megrázzuk a vállait. És akkor ismét szólítjuk. Ha erre sem reagál, akkor az úgynevezett hármas érzékeléssel megállapítjuk, hogy van-e légzése. Amihez először is fel kell szabadítani a légutakat, ahogy itt látják, tehát az eszméletlen sérültet a fulladás veszélye fenyegeti, mert csökken az izmoknak a tónusa, hátra csúszik a nyelv, az egy légúti akadályt jelent, ha viszont az egyik kezünkkel, hogy mellette térdelünk,
az egyik kezünkkel a homlokát lenyomjuk, az állát pedig a másik kezünk felé húzzuk, akkor tulajdonképpen ezt a légúti akadályt, ezt a hátraesett nyelvet tudjuk újra előre húzni. Tehát kiegyenesítjük a légutakat, és így a nyelvgyök, ami hátra csúszott az izomtónus csökkenése következtében, az felszabadítja a légutakat. Majd a fejünket oldalra fordítva, tehát itt látszik ez a bizonyos pozíció, a fejünket oldalra fordítva, arcunkon a mellkasa felé fordulva, a fülünket pár centire közelítjük meg, a fülünkkel az orrát, és hallgatjuk, hogy áramlik-e a levegő, közben pedig nézzük, hogy 10 másodperc, legalább 10 másodpercig, vagy 15 másodpercig ezt figyeljük, és az alatt legalább két légző mozgást kell látnunk, tehát amerre tekintünk a sérült mellkasa felé, akkor annak emelkedni, süllyedni kell, és legalább kétszer akkor van, akkor beszélhetünk arról, hogy van légzése, és ha elég közel van a fülünk pár centire, akkor egyrészt halljuk is, másrészt érezzük is a levegőnek az áramlását. Tehát ez az úgynevezett hármas érzékelés. Most persze sokan megkérdeznék, hogy miért nem tapintjuk a pulzusát. Hát erre az a válasz, hogy azért, mert az tapasztalatot igényel, de lehet olyan gyenge is a pulzus, hogy még a tapasztalt vizsgáló sem találja meg elsőre, ezért maradunk a légzés vizsgálatánál. Tehát most már ketté válik a teendők sora, attól függően, hogy van-e légzése vagy nincs. Hogyha nincsen légzés, tehát akkor, és már a segítséget is hívtuk természetesen, tehát azon már túl vagyunk ilyenkor, mégpedig úgy, hogy megszólítunk valakit a környezetben, akár nem név szerint természetesen, mert nem ismerjük a környezetünkben állókat, hanem megszólítjuk valamilyen jellegzetessége alapján. Uram, jön a kockásinkben, vagy a kék zakóban, vagy a fehér nadrágban, kérem, hogy hívja föl a mentőket, mondja be a nevét, a telefonszámát, a helyszínt, és mondja azt, hogy újraélesztéshez kérünk segítséget, és esetleg kérdezze meg azt is, hogy van-e defibrillátor a környéken. Mi meg közben elkezdjük a szívmasszást, illetve a mellkas kompressziót, és itt, ahogy a hölgyön látják, tehát merev a könyöke, válból végzi ezeket a mellkas kompressziókat, úgy, hogy az egyik kezére rákulcsol a másikkal, merev kartartással a szegcsont középső és alsó harmada határán, a tenyere élével válból percenként 120-szor a mellkast 5 cm-rel lenyomja, és közben számol, úgy, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, stb. 30-ig, és ugyanezt a 30-as sorozatot, hát 5-6 sorozatot, hogyha meg elvégez így, akkor tulajdonképpen eltelik 2 perc, és hajszik, hanem azért ez egy nagyon nehéz feladat, tehát fizikailag igénybe vevő feladat. Ilyenkor az a jó, hogyha vannak a környezetben, akik fel tudják váltani őt, és cserélnek, és folytatják tovább, hogy folyamatos legyen. Az is kérdésként szokott felmerülni, hogy de hát azt mondják, hogy 2 percenként befúvásos lélegeztetést kell alkalmazni. Ez ma már úgy változott, hogy az újraélesztéssel kapcsolatos tudományos eredményeket nemzetközi társaságok vizsgálják, és ők azt állapították meg, hogy ugyanolyan hatékony, ha folyamatosan alkalmazzák a mellkas kompressziókat, és nem törekednek arra, hogy befúvásos lélegeztetést alkalmaznak, pláne akkor, hogyha csak egy segélynyújtóról van szó, akkor ő gyakorlatilag 2 percenként megszakítaná azt a fajta vérkeringést, amit ő saját maga ezekkel a mellkas kompressziókkal létrehozna. Azon kívül azt is figyelembe kell venni, hogy ha nincs nálunk olyan eszköz, ami ezt higiénikussá teszi, akkor ez is egy eleve kérdéses dolog, hogy ezt egyáltalán, pláne most a koronavírus idején el tudjuk-e kezdeni. Ezért ma már az az álláspont, hogy csak a mellkas kompressziókat kell folytatni, viszont azt végig, tehát folyamatosan kell csinálni. Tehát a laikus elsősegélynyújtó nem hibázik, ha csak folyamatos mellkas kompressziót végez, ezt nem szakítja meg,
és addigra felépít egy keringési nyomást az erekben, és ezt folyamatosan fenntartja. Természetesen, ahogy az ábrán előre már látják, ugye a mentők értesítésével, telefon kihangosításával instrukciókat is kap a segélyhívás során, és ez nagyon, nagyon fontos és hasznos. És ezt meddig kell végezni? Hát sajnos addig kell végezni, amíg le nem váltanak, amíg meg nem érkeznek a mentők, amíg a beteg lélegezni kell, lélegezni nem kell, szemét nyitogatni nem kezdi, tehát visszatérnek esetleg az életfunkciói. Mi a másik ága ennek az eszméletlen beteg ellátásának a teendőkkel kapcsolatban? Az, ahogy látják, az a stabil oldalfektetés lesz. Tehát, hogyha valaki eszméletlenül fekszik, de légzik, tehát van életműködése, azt nem kell újraéleszteni, hanem azt úgynevezett stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és ennek a lépéseit szemlélteti itt az ábra. Az első az, amikor tehát oda térdelünk a beteg mellé, és a felénk eső karját derékszögben behajlítva a feje mellé tesszük. Majd átnyúlunk a másik karjáért, és azt a feje közelébe helyezzük, úgyhogy a kezét az arcához szorítjuk, a másik kezével, másik kezünkkel a könyökét fogjuk meg, majd átnyúlunk, és a tőlünk távolabb lévő lábához kívülről a térde alá, tehát ez is fontos, ahogy látják az ábrán, kívülről a térde alá nyúlva behajlítjuk a lábát 90 fokban, úgyhogy a talpa a földet érje, majd ezzel a térdét és a karját fogva felénk fordítjuk, és ezzel létrehozzuk azt a helyzetet, amikor a felső lába, tehát a felül lévő lába, az térdben be van hajlítva, a földdel érintkező, az pedig ki van nyújtva, és a kezét az arcához, az arca alá tesszük, és egy kicsit felfelé szegjük az arcát, pontosan azért, illetve a fejét, hogy a esetleges váladék, hányadék, az ki tudjon csorogni. És ezzel gyakorlatilag megakadályozzuk azt, hogyha ő hányni kezdene a fekvő helyzetbe, akkor ez belélegezni ezt a hányadékot, és attól meghalna. Hát nagyon fontos, ezek a bizonyos fektetési módok, aki nem eszméletlen sérült, hogy például van ez a félig ülő helyzet megtámasztott háttal, hogyha mellkassérültet, például bordatöröttet találunk, vagy olyat, aki arra panaszkodik, hogy nem kap rendesen levegőt, akkor azt ebben a félülő helyzetben, úgymond megtámasztjuk pokrócokkal, párnákkal, vagy bármi, ami a kezünk ügyébe esik. Aztán mi van akkor, hogyha eszméleténél lévő koponyasérültet, tehát fejsérültet találunk, azt is nagyjából egy ilyen fejét, nyakát, hátát feltámasztó pozícióba kell hoznunk. A kivérzett sokkos betegnél viszont pont ellenkezőleg, tehát őnek a lábát kell magasabbra helyeznünk, tehát őt viszintesen, laposan fektetjük, és felpolcolt végtagokkal, tehát vagy megemeljük a saját kezünkkel a lábait, és ezzel gyakorlatilag egy úgynevezett autotranszfúziót alkalmazunk, tehát a lábamon lévő vér az a testébe, a szívébe, fejébe, tehát az agyába kerül, és ez nagyon fontos. Van a talált helyzet, úgy hagyom, ahogy van, tehát sajnos, amikor gerinctörésre, medencetörésre, olyan nyílt törésekre gondolunk, végtag sérülésekre, akkor jobb, hogyha nem mozgatjuk a beteget, hanem ahogy találjuk, úgy hagyjuk őt. Felügyelet mellett persze. Hasi sérült esetén viszont szintén ez a félülő helyzet jön szóba, viszont a lábát az derékszögbe behajlítjuk, és például egy ilyen pokróc köteget teszünk oda a térde alá, és akkor ez egy kényelmes pozíciót biztosít neki. Eszméletlen sérült esetén, ahogy meg is beszéltük, tulajdonképpen ez a fajta stabil oldalfektetés jön szóba. Vannak azok a kizáró okok, tehát amikor, amit mutattam, hogy ahogy találtuk, úgy hagyjuk. Ez a nyakcsigolya törése, nyakcsigolya törés az magasból esés, sekélyvízbe ugrás, motoros baleset esetén nagyon valószínű például,
vagy ilyen a sorozat bordatörés, amikor három vagy több borda törik el, és azt veszük észre, hogy a mellkas nem szimmetrikusan emelkedik mindkét oldalon. A nyílt hasi sérüléseknél sem célszerű a sérültet mozgatni, csípő vagy medencetörés, csípőlapátok külön mozoghatnak. Időskorban azt veszük észre, hogy a lábfej kifelé fordul és megrövidül. Combcsontörés esetén a comb külső oldalát végig simítva nagy deformitás érezhető. Gerinctörés erre utalhat, ha a sérült lábfejei kifelé fordulnak. Nyitott ablak van például, tehát onnan esett ki, vizeletét, székletét maga alá engedi. Égési sérülés nagy testfelületen, tehát minimum 40%-on. Lesz majd olyan része az elsősegély nyújtó óráknak, amikor kimondottan az égési sérülésekkel fogunk foglalkozni, akkor majd egy 9-es szabályt fogok elmagyarázni, de egy 40%-os testfelület égés az már egy nagyon súlyos állapot mindenféleképpen, őt majd inkább csak betakarni érdemes úgy, ahogy találtuk. Aztán két testüregi vérzés, vagy egy testüregi vérzés és két csöves csontnak az együttes törése, tehát úgynevezett politraumatizáció szintén kizárja azt, hogy a sérültet mozgassuk. Egy kicsit a sebek ellátásáról, sebzéssel járó sérülés, ugye az, ami megszakítja a bőrnek a folytonosságát, ez lehet horzsolás, zúzódás, vágás, szúrás, roncsolás, harapás, sok minden más, és akkor szükségünk van egy mentődobozra. Itt látják azt, hogy mi a tartalma, és akkor kiemelném belőle a fólia kesztyűt, ez lesz az első dolog, amihez hozzá kell nyúlni, mert azt föl kell vennünk, aztán fontos benne persze a fertőtlenítőszer, és természetesen a steril lapok és múlpolyák is ugyanolyan szükségesek és fontosak, de azt mindig jegyezzük meg, hogy saját magunkat és a sérültet is védjük, hogyha ezt a fólia kesztyűt fölvesszük. A sebellátás szabályai, tehát lehetőleg kézmosás az előzze meg, ha erre nincs lehetőség, mert a szabadban vagyunk, akkor az is jó, hogyha ebben a fertőtlenítőszerrel megmossuk a kezünket, akkor is úgy vesszük fel a fólia kesztyűt, akkor már sokat tettünk a sérültet azt valamilyen fektetéssel, ültetéssel, az előbb mondottak szerint attól függ, hogy milyen sérülése van még, helyezzük el, különösen azért, mert hogyha egy végtagról beszélünk, és a végtagon észlelünk sérülést, akkor és fekvő helyzetben helyezzük el a vérző sérültet, akkor ezt a végtagot meg is kell emelnünk, és ezzel a megemeléssel is csökkentjük a vérzésnek az intenzitását. Ez természetesen álló helyzetben kizárt lenne, tehát csak a fekvő helyzetben jön szóba. Az is szabály, hogy a sebbet kézzel ne érintsük meg, a ruházatát is csak a szükséges mértékig bontsuk meg, tisztítsuk meg és fertőtlenítsük a seb környékét. Ezt úgy tesszük meg, hogy egy gézpárnát átítottunk a fertőtlenítőszerrel, a sebet kikerülve körbe töröljük tulajdonképpen a sebet, így tudjuk megtisztítani, és aztán steril gézlappal, aminek azt a felét ne érítsük meg, amit a sebre helyezünk, steril gézlappal fedjük a sebet, méghozzá úgy, hogy érjen túl a seb szélein, és aztán attól függ, hogy milyen a sérülés, milyen a vérzés típusa, például múlpójával körbetekerhetjük. Ha kötszer átvérzik, akkor az is szabály, hogy ne távolítsuk el, hanem tegyünk rá újabb és újabb rétegeket. Itt vannak a vérzéseknek a típusai, tehát van a hajszáleres vérzés, gyakorlatilag a horzsolásokról van szó, amikor csak egy ilyen enyhe gyöngyöző vérzésről van szó. Van a vénás vérzés, amikor nyomókötést kell alkalmaznunk. Ez egy erős vérzésnek számít, de egy folyamatos, egy sötét piros, állandóan folyó, tehát nem lüktető vérzésről van szó. A nyomókötés az itt látszik majd kötözéseknél, tehát ott egy a sebet természetesen egy steril mulappal fedjük, és ráteszünk egy összetekert mulpóját, és utána ezt fogjuk körbetekerni, és ettől lesz nyomás alatt a seb, tulajdonképpen ami alatt megsérült egy ér, konkrétan egy viszér, de ugyanez van az artériás vérzésnél is, hogy nyomókötést alkalmazunk, mert ott viszont egy élénk piros spriccelő, tehát a szív
összehúzódásának ütemében lévő spiccelést látunk, onnan tudjuk, hogy ez egy artériás vérzés. A végtagot azt lehetőleg felemeljük, illetve nagyon sok vértvesztet, tehát olyan betegről van szó, akinek az arca sápadt, a bőre hűvös és verejtékes, zavartan viselkedik, az nagyon sok vértvesztet sokban van, és ezt a bizonyos sok fektetést alkalmazzuk. Tehát méretetlen alacsony a vérnyomása, sápadt, hidegverejtékes, aluszékony, zavart. Aztán fontosak az artériás nyomópontok is, ezek azok, amik, hogyha ezeket nyomjuk, például a halántékon a fül előtt az arcnak az artériáját tudjuk nyomás alá helyezni az ujjunkkal, akkor gyakorlatilag ezt az artériás vérzést így mechanikailag is eredményesen tudjuk csillapítani. Az arc is nagyon jó vérellátású, nagyon sok vér tud távozni hirtelen, ugyanígy a nyaki ütőér, ami a fejbiccentő izom előtt négy ujja, gyakorlatilag rá fogunk úgy, hogy a hüvelykújunk az a gerincen, illetve a tarkón nyugodjon, és így nyomjuk a négy ujjunkkal. Ugyanezt alkalmazzuk a felkar ütőerének, ott a két izom közötti árokban a felkarcsonthoz tudjuk szorítani, és ugyanez a vérzés csillapítása fontos a comb ütőerének lágyékhajlatban történő nyomásával. Itt ököllel kell nyomni, tehát nagy erővel ököllel kell gyakorlatilag rátámaszkodni a betegre tulajdonképpen, hogy tudjuk ezt a vérzést csillapítani. Aztán vannak különleges vérzésformák, például az orrvérzés, tehát itt a fejet előre kell hajtani, az orrcimpákat kb. 15 percig össze kell szorítani, és esetleg valamilyen hideget tenni a tarkóra, a fülvérzésnél a vérzőfül oldalára kell billenteni a fejet, és ezt egy steril gézappal kell csak egy fedőkötést alkalmazni, szájvérzésnél is gyakorlatilag csak egy steril gézapot kell rányomni. És akkor nagyon fontos itt a végén, mert ahogy látom, az időnk végéhez érünk, hogy beszéljünk a modern technika adta lehetőségekről, ilyenek a mobiltelefonra, egyéb okos eszközre, tabletre letölthető alkalmazások. Én most kettőt említenék. Az egyik a mentőhívást egyszerűsíti le, mobiltelefonra letölthető, ingyenesen letölthető alkalmazás, nem számít fel költséget sem, a neve életmentő. Tehát ha ezt kikeressük az okostelefonok különböző letölthető áruházaiból, akkor ezt ingyenesen megtehetjük, telepítés után csak a telefonszámunkat kell regisztrálni rajta, ami fontos a mentők hívásához, eléréséhez, SMS küldéshez, ha bajba kerülünk, akkor magunk is hívhatunk rajta mentőt. Végtelen egyszerű a használata, látják, középen van ez a gomb, ez a mentők című gomb, és hogyha ezt megnyomjuk, és nem véletlenül tesszük, tehát legalább 3 másodpercig nyomjuk, akkor elindul egy hívás, ami 5 másodpercen belül megszakítható mégis, ha egy téves hívás lett volna, és azonnal kapcsolatba kerülünk a mentőkkel, de ebbe akár beírhatjuk a saját adatainkat is, betegségeinket, szedett gyógyszereinket, és a saját ellátásunkat nagyban megkönnyíthetjük, hogyha tájékoztató lehetőséget adunk a mentőknek. Egyébként tájékozódhatunk ezen az alkalmazáson keresztül, megmutatja nekünk a legközelebbi kórházat, rendelő gyógyszertárat, környéken lévő defibrillátorokat is például. A másik alkalmazás az a Sieve City alkalmazás, ezen a néven találják meg. Ez egy térkép alapú alkalmazás, amely e-mail regisztrációval érhető el, újraélesztéshez nyújt segítséget, mert egy gomb megnyomásával környéken lévő képzett segélynyújtókat érjük el és hívjuk a helyszínre, mert az újraélesztés szabályosan kivitelez egy nehéz és hosszabb távon, értem alatt, hogy több percen át végzett, kifárasztó, testileg egy kondíciót igénylő dolog, és emiatt jó jön, hogyha a segítség az hamar érkezik, akár egy másik segélynyújtók személyében is. Én megköszönöm, hogy itt voltak és meghallgattak, és ezt az online típusú első segélynyújtás oktatást a mai online egészségnap alkalmából meghallgatták. Baleset, betegség és sérülésmentes szép napot kívánok önöknek, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük, Péter! Nem tudom, hogy sikerült-e bezárni az előadást. Légy szíves, azt tedd meg, hogy zárd be a kép megosztását. Igen.
Igen, most jó. Nagyon jó, köszönjük szépen. Tényleg rengeteg információ hangzott el itt egy órában. Köszönjük, hogy mindegyikből azért próbáltál a legtöbbet átadni nekünk. És akkor most a kötelező elemet lejátszanám. Az online program a VECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 00-04-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával. Köszönjük szépen, és hamarosan folytatjuk tovább a következő előadással. Addig is sziasztok! Szia Péter! Szia Zsófi!